Hatalmas fenyőfák, a Mátra vonulatai, a Béke szigetének tűnhet ez a helyszín, holott ahol most vagyunk, az Magyarország szovjet megszállásának és az azt követő diktatúrának az egyik szimbolikus helyszíne. Ez a Recski munkatábor. Itt mindennapos volt a megaláztatás, és azt mindig emberhez szabták. Ez a barak, ahol állunk, ugye ez a büntető barak. A többi barak ugyanilyen volt, hogy a szél átjárta. Ebből következett az az állapot, hogy éjszaka a havat is befújta rájuk a szél. Például Krasznai Béla úr is leírta, hogy ugyan odakint a munka során elindult az izzadság a hátán, csupa víz lett az inge, itt pedig megfagyott a hátán az ing. Édesapánknak abból az állapotából is könnyen következhetünk arra, hogy itt bizony nagyon nehéz körülmények voltak, hogy ő természetesen 75 kilós ember volt, és amikor szabadult 53. szeptemberben 39 kilós volt. A büntetésen belül is volt itt büntetés. Hogy nézett ki, amikor ez a verem használatban volt? Ez a bunkerverem, édesapám elmondása szerint, a fél lábszárig ért a víz benne, ülni, állni nem lehetett, és napokig benne kellett tartózkodni annak, akit erre ítéltek. Fölöttünk van a kőbánya, tehát ahol ugye, ahova ki, mi jártak dolgozni, követ fejteni, követ faragni. Ott ment a munka, de aki ugye erre volt ítélve, az nyilván nem ment dolgozni. Most, ahogy itt látjuk a Recski kényszermunkatábort, ez már egy rekonstrukció. Egyébként akkor három év alatt, 1950-től 53-ig mennyien raboskodtak itt? 1250-1300 fő volt a rablétszám, de természetesen ennél több, mert közben jöttek, mentek, meghaltak. Ebből a körülbelül 1500 emberből mennyire lehet tudni, a tizede az, akit itt ért a halál, és utána itt jeltelen sírba eltemették őket, hogyha minden igaz? Ez körülbelül ennyi, és sajnos igaz, hogy nem tudni, hova lettek eltemetve. 1990-től lett ugye a felújítás, amikor ugye japán államnak az adakozásából készült ez a emlékhely. A barak is akkor a büntető barak került megépítésre, mert a további 7 baraknak csak az alapja látható. Átjöttünk Recskről Mátra-Mindszentre. Az emlékparkon kívül ez a kápolna is őrzi azoknak a nevét, akik szenvedtek ebben az időszakban, és hát ugye nem csak Recsken, a fogolytáborban voltak ilyen áldozatok. Ez a barak kápolna 2007-ben épült, és ugye ahogy látjuk, ugye a bontott téglák alkotják ugye a falát, és azon rajta van egy-egy ember neve, akik a szocializmus áldozatai, és nem csak Recskről, mert itt nem csak a hortobágyi, hanem kistarcsai rabok is vannak. A Recski Szövetségnek, mint egyesületnek van egy alapszabálya, amelyik arról szól, hogy a kárvallottakat fölkutatni, támogatni, segíteni. Tehát ez nem csak a Recski rabot, tehát van olyan, hogy 56-os, van olyan, hogy gulágos köztünk, van olyan, hogy politikai elítélt. Ennél az emlékhelynél, amikor a Recski nagy ünnepet ugye rendezzük szeptember folyamán, általában a társaság itt is megjelenik, és egy emlékmise következik utána.